és még mindig bent vagyunk, 709 000-rel, ami bőven átlag feletti. Igazából nagyon jól jöttek a szituációk, ugye a Calvin Anderson elleni partiról már meséltem, aztán utána emeltem az egyik szünet előtti utolsó handben Pondidi adta meg nagyvakról, Ász-bubi treffen van, és a flop az volt, hogy dáma 9-2, két treff. Ő csekkelt, én hívtam picit ilyenkor. Hívhatsz nagyot is, mert nyilván borzasztó erős lapod van, de az a célod, hogy bent tarts olyan sorhúzókat, lyuksorokat, amik aztán később, hogyha kedvező törn jön, akkor el tudod nyerni akár az összes pénzüket, tehát le tudod kullerelni őket. Úgyhogy hívtam kicsit, adta, törnön 7-essel kiegészült a flush-öm. Itt lenne néhány ilyen király 10-szerű blöffön, bubi 10-szerű blöffön egy treffel, és neki is vannak hasonló lapjai, amiket viszonylag kis hívásra is eldob. Ugyanakkor van rengeteg flush-e is nagyvakról, úgyhogy itt nem hívtam nagyot, hanem a csekje után ilyen félpot környékén. Azt megadta, és aztán riveren pedig blank érkezett, ott csekkelt, ott potoltam, és all-in ment, és igazából bal szerencsés volt, király 10 treffje volt, úgyhogy király magas flush. Nyilván nagyon-nagyon örültünk neki. Aztán utána király 4-jel emeltem buttonről, a kisvak az leszribetelt, azt megadtam, ász király 7 volt a flop, ott hívott, ott adtam, a törnön 4-essel két párom lett, ott beleütött egy nagyon nagyot, azt adtam, river az egy kellemetlen kártya lett, ász, hogyha ezt behívja, az elég rosszul éreztem volna magam, de ugyanakkor meg valószínűleg call, mert ha vannak bluffjei, akkor azok valószínűleg bubi 10, dáma bubi, dáma 10 környékén vannak, és tök jó, hogy egy olyan királyon van, ami blokkolja az ász király, de nem blokkol meg a királyzetet, de nem blokkolja ezeket a blöfföket. Úgyhogy már éppen szorítottam össze a fogam, hogy megadom, hogyha all-in megy, de aztán elcsekkelt, és dáma párt mutatott, ami több mint meglepő volt. Valószínűleg blöffölt vele, gondolom, vagy nem tudom. Mindenesetre ez is jól mutatja, hogy azért ez nem a világ legerősebb mezőnye, mert most azért már szűkül a players pool. És aztán utána volt egy érdekesebb hand, két érdekesebb handem, egyszer 10-9 egyszínűvel emelek buttonről, a kisvak megint lesz ribetel, megadom, a flop az király, bubi 9, itt hív, adom, turn az egy blank, hív, adom, river az egy bubi, 1-es SPR-rel csekkel, all-in megyek, és szerencsére némi tenkelés után dobott. Nyilván ez a bubi, ez egy borzasztóan kedvező kártya volt az én range-emnek, sokkal több bubim van, mint neki. Plusz vannak dáma 10-eim, amiket slowplay-eltem, vannak 9-es fullom, amit slowplay-eltem, úgyhogy valószínűleg egyébként nincs is elég bluffem ahhoz, hogy all-in size-t használják, de mivel közeledett a bubble, azért nem akartam a véletlenre bízni, és inkább elkértem az összeset, de nem adta szerencsére. Aztán utána Robert Mizrachi ML buttonről, én nagyvakról védek ász 2-es, a flop az dáma bubi kicsi, két pick, nekem pick ász 2-n van, itt check call-ra szántam el magam, mert ilyen 27 nagyvak effektív kezdtük körülbelül a partit, úgyhogy itt annyira nem jó berakni, bár azért néha lehetek elől, de viszont hogyha csekkololok, akkor button range-ben lesz rengeteg 10-8, 10-9, ász 10, király 10, amiket turnon üt tovább, és berakja azt a pénzt, amit én beszeretnék rakni, sokkal rosszabb lappal, úgyhogy csekkololtam, turn az egy 8-as, ez kiment check-checkbe, és a riveren egy alacsony lappal leesett a flush-öm, és itt jó sok tenkelés után csekkeltem, ami eléggé úgy néz ki, mint mondjuk egy bubi, vagy egy összeszedett 8-as, vagy ilyesmi. Úgyhogy meg is value betelte egy harmad pottal a dámáját. Aztán kapott egy 8-szoros checkrészt, aztán nem értette, hogy mi van, és kifizette. Úgyhogy mutattam, hogy flush, mondta, hogy az jó, és utána eléggé bosszus volt. Úgyhogy igazából nagyon kellemes, kedvező partikkal tudok most építkezni. Van ilyen is, van olyan, amikor vért kell izzadni, és szénnél kell blöffölnöd magad, és semmi sem sikerül, most élvezem, hogy éppen így futok, de
Ez nem azt jelenti, hogy ha adódik lehetőség, akkor nem próbálom majd megszerezni a potokat. Ez most éppen ez az oldala a varianciának, reméljük, hogy még sokáig kitart. Néhány ember kell és pénzbe érünk, úgyhogy szurizzatok, és most az új asztal az elég kemény. Van egy srác, akit arcról nagyon ismerek, és biztos, hogy egy képzett jó játékos, most nem ugrik be a neve, illetve a balomon ül Chance Cornut, aki szintén nagyon kellemetlen ellenfél, bár most éppen elvesztette a stackjét, és még a jobbomon Nacho Barbero, ő mondjuk annyira nem nincsen képben, és shorty ő is, de ezzel együtt egy izgalmas asztal mindenképp, és a következő szünetbe jelentkezem.